Cónsul, és az esztergomi legátus. Jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntjük a Vinum Esztergom Regionis Borlovagrend tagjait, valamint az Európai Borlovagrend esztergomi legátusának tagjait. Külön szeretnénk köszönteni Pammer István, az Európai Borlovagrend magyarországi konzulját. Hartl Mónikát, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségi Marketing Bizottságának elnökét. Nyergesi Rezsőt, a Vinum Esztergom Regionis Borlovagrend nagymesterét. Juhász Józsefet, az Európai Borlovagrend esztergomi legátusának első legátját. Szeretettel köszöntjük Szilva Diánát, a Vinum Esztergom Regionis Borlovagrend 2012. évi borkirálynőjét. A Vinum Esztergom Regionis Borlovagrend nevében nagy-nagy szeretettel köszöntök minden megjelent kedves vendéget. Mikor elindítottuk ezt a borászbált, ilyen álmunk volt, hogy ilyen szépen ennyi létszámmal tudjuk a bárt megtartani. Hát ez az első időszakban nem tudtuk megoldani egyedül. Ez a hetedik bár, csak azért mondom, hogy aki nem jártas, még nem volt itt, úgy ez a hetedik bár. És ehhez az kellett, hogy ilyen szép számmal előjönnek, hogy meg kellett erősödnie az Európai Borlovagrend esztergomi egységének olyan mértékben, és hogy tavaly elnyerte a Európai Borlovagrend magyarországi konzulásának a esztergomi legátusi címét megkapták. Ehhez szívből gratulálok. Azt kívánom a legátus tagjainak, első legátusnak, hogy sikeresen dolgozzanak, sikeres, sok sikert kívánok a munkájukhoz. És azt kívánom még, hogy együtt, a két borlovagrend dolgozzon együtt, úgy, mint most, hogy az Esztergom Euróregió szőlészetének, borászatának, borkultúrájának, borkultúrájának a felemelkedését együtt végezzük. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves borbarátaim! Nagy szeretettel köszöntöm az Európai Borlovagrend Esztergom legátusának nevében és a magam nevében a tisztelt megjelenteket. Az esztergomi legátus 3 évvel ezelőtt 12 fővel a győri legátus lovagi székeként alakult meg, és az elmúlt 2 évben 40 főre duzzadt a létszámunk, és ezáltal elnyertük a legátusi címet. Magyarországon 11 legátus működik, mi vagyunk a legfiatalabbak, kb. 800 fő a taglétszámunk. Az Európai Borlovagrend az 1270 és az 1470-es György lovagrend alapjain működött, és kb. 20 év ezelőtt a Habsburg család újította föl, a magyarországi konzulátus 10 év ezelőtt jött létre. Én remélem, hogy itt az esztergom és a járás és a térség borbarátai, kedves vendégek, szőlős gazdák a továbbiakban együttműködve fogjuk sikerre vinni a bor szeretetét. A legátusunknak, illetve a rendünknek van egy aszpoetikája, hogy segítjük a rászorultakat, karitatív mozgalmat biztosítunk. Tavaly mi elkezdtünk a Pilisben számtalan lerobbant, elhagyatott forrás működik, mentsük meg ivóvizeinket. Tavaly fölújítottuk a Csurgókutat, idén szeretnénk a Fári kutat, amennyiben a Esztergom Borlovagrend is csatlakozik, azt hiszem, akkor hatékonyabban tudunk együttműködni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szórakozást kívánok valamennyiüknek! Tisztelt Mester úr, kedves Mónika, kedves barátaim! Nagy örömmel jövök mindig Esztergomba, és nagy örömmel jöttem korábban is, hisz régóta tudom, hogy Esztergomban a Duna egyik oldalán és a másik oldalán is nagyon komolyan foglalkoztak a borral, nagyon komolyan foglalkoztak a borkultúrával, és nagyon komolyan foglalkoztak azzal, hogy igazi barátságok szövődjenek. Mi, lovagok, azt halljuk, hogy ha az irítséged legyőzöd,
és elkezdesz másokon segíteni, akkor leszel igazi lovagi ember. Én azt kívánom mindannyiunknak, meg nagyon sok lovagbarátomnak, aki még nem tagja egyik rendnek sem, hogy ha tud, akkor közeledjen ehhez a két társághoz, és próbáljon meg velünk együtt úgy gondolkodni, mint ahogy ezt a jelmondatunk is mondja, in honorem Dei, et in honorem Vini, azaz Isten és a bor dicséretére. Most pedig bizonyára megengedik nekem, hogy minden rendezvényen úgy szokott lenni, hogy meg szoktam kérdezni, hogy mindenkinek van-e bora, van-e előtte valamilyen bor? Van olyan, aki előtt nincs? Ha ilyen nincs, akkor tisztelettel megkérem önöket, hogy legyenek szívesek felállni. Hisz az Európai Borlovagrend hagyományai szerint az első pohár bort mindannyiunk egészségére, mindannyiunkért ma este, a ma este sikerére fogjuk elfogyasztani. Ezért kérem, hogy vegyenek egy ivat mintát a borból, kocincsanak a szomszédaikkal. A fiúk és a lányok tudják, hogy a 8. szomszéd és szomszéd, elmondjuk a jelmondatunkat együtt, in honorem Dei, et in honorem Vini, azaz az Isten és a bor dicsőségére. Kedves egészségükre! Köszönöm! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, tisztelt Nagymester úr, első legátus úr! Engem is az a megtisztelés ért, hogy mondjak egy pohárköszöntőt ezen a mai estén. Annál is inkább nagy szeretettel elfogadtam ezt a megbízást, hiszen az eddigi urak, akik beszéltek, ők a Duna másik oldalán élnek, mi pedig ezen a felén. De hát ugye a Duna két oldala nem elválaszt minket, hanem összeköt. Ha önök figyelmesen elolvasták a sorrendet, pontosabban a sorszámát ennek a bálnak, akkor a 7. bálunkat üljük, és ahogy ezt mondani szokták egy évkor, hogy a házasságnak az első tűzpróbája a 7. év. Lehet, hogy ez a borbálok életében is egy kritikus év lehetett volna, de mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, megerősödtünk az Európai Borlovagrend magyarországi konzulátusának esztergomi legátusával, és én azt hiszem, hogy egy újabb sikeres sorozat előtt állunk. Ha megengedik, akkor talán közhelyként elmondanám, hogy a mai estének a főszereplője a bor, és ennél érdekesebb dolgot talán nem is lehetne kitalálni, hogy mi a bornak az ellensége a borkészítésnél. Ugye, mert azt szoktuk mondani, hogy hát szőlőből is lehet bort csinálni, vagyis a víz. Tehát szeretettel mindenkit megkérnék, hogy ma este a vizet ivásra ne használjuk, legfeljebb csak, ha nagyon szükség van rá. És hadd mondjam el azt, hogy legfeljebb csak én beszélhetek a vízről, de én is csak azért bátorkodom, mert ha megengedik, akkor elolvasnám Petőfi Sándornak a Vizet iszom című versét. Figyeljetek rám, és ó, bámuljatok! Mert nem mindennapi, amit most hallotok. E dolgon magam is nagyon csodálkozom, de mégis szent igaz, nem bort, vizet iszom. Vizet bizony. A szőlőket tavaly elverte tán a jég,
vagy a vér csípte meg, s bor nem termett elég? Nem, nem volt se jég, se vér, bor terme gazdagon, de mindezáltal én nem bort vizet iszom. Vizet bizony. Vagy tán azt vélitek, hogy szomjas nem vagyok, de hogy nem, szomjan krisztustalan nagyok. S kizárólag pedig a borra szomjazom, de mindezáltal én nem bort vizet iszom. Vizet bizony. Hogy rajta senki ne csigázza az eszét, megfejtem röviden e találós mesét. Én a bort rendesen kocsmából hozatom, most pénzem nincs, vizet, s nem bort azért iszom. Azért bizony. Kedves vendégek, Petőfi így siránkozott, amikor nem volt pénze, de én úgy gondolom, hogy ez ma nem fordulhat elő, hogy valakinek vizet kelljen inni. Én ehhez kívánom a jó hangulatot, a jó kedvet, az új barátságokat, és azt kívánom, hogy múlassuk az időt, ahogy egy magyar emberhez illik, nótával, vigassággal, tehát azt kívánom, és erre emelem poharamat, hogy a ma este élményekben gazdag és egészen különleges, kiváló élmény nyújtson mindannyiunknak. Isten éltesse önöket és azokat a borokat, amelyeket a borlovagok, illetve a borászok hoztak rá este. Jó szórakozást kívánok! Megkérném még Hátli Monikát is, hogy mondják köszöntőjét. Utolsónak szólni a legnagyobb elény, hogyha rövid. Tehát a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége nevében nagyon jó szórakozást kívánok a mai borbához. Köszönjük szépen! A zenét a mai est folyamán a Lecsó Band fogja szolgáltatni, és kérem fogadják szeretettel következő műsorszámokat a Kisbolyvár együttes. Jó estét kívánok, kedves szórakozni váró közönség! Hégi Marianna vagyok, a Pátlán Kisbolyvár gyermektáncsoport vezetője. Nagyon szeretném megköszönni a meghívást. Nagy örömmel fogadtuk, szívesen jöttünk. Egy picikét a sorainkat a járvány megdikította, amit látom, a szórakozni vágyókat nem. Egy gyermekcsoport mindig színes színportja egy ilyen rendezvénynek. Fogadják a műsorunkat olyan nagy szeretettel, mindamilyen szeretettel mihez hoztuk. Kívánok, kellemes estét mindenki! Thank you.
Kubik Szabina kisapcsolt. Fog bemutatkozni. Jó estét kívánok! Kubik Szabina vagyok, Muzsgáról érkeztem. Az érsekújvári egészségügyi középiskolában végzem tanulmányaimat. A továbbtanulást szintén az egészségügyben szeretném folytatni. Célom, hogy segíthessek az embereknek a gyógyulásban. Ezen kívül még nagyon sok minden érdekel. A pihenésre és a kikapcsolódásra a legmegfelelőbb hely számomra séta a Muzslai Szőlőhegyen, ahol családunknak is van szőlője. Már dédnagyapám foglalkozott a szőlővel, mára már édesapám vette át helyét. A ránk maradt borospincének köszönhetően semmi akadálya nincs a jóbor elkészítésének. Köztudott, hogy régiónkban a legmegfelelőbb hely a szőlő termesztésére a Muzslai Szőlőhegy. Köszönöm, hogy itt lehetek. További szép estét kívánok mindenkinek! Másodikként Csákvári Zsófia kisasszony Magyarorsbányáról érkezett, ő fog bemutatkozni. Köszöntöm az ESZ tervezőit és kedves vetélytársaimat. Csákvári Zsófia neve, a 21 éves szakásnő vagyok, a magyarországi Magyarorsbányáról érkeztem. Érdekes történet az én borral való kapcsolatom, végtelenül vonz a borok birodalma és a borkészítés művészete. Megtanultam, hogy a borivás minden körülménye fontos, de én azt vallom, hogy a virágerdő birtoklása nélkül is kiváló lehet az a botanikus, aki a növényekhez állhatottságot érez. Ismerem, tisztelem és szeretem a borokat, és megtanultam, hogy a borivás minden körülménye fontos, és a bor természetéhez meg kell választani a megfelelő évszakot és napszakot. Van henyélőbor, kacérbor, mesélőbor és tragikusbor. Már a nevük is jelzi az alkalom nyírtjét és hangulatát. A borversenyeken évek óta részt veszek, és nekem minden élmény hatalmas élményt ad. A sors akaratából jelenleg is közel állok a borral kapcsolatos élményekhez, hiszen egy olyan személlyel dolgozhatom együtt, akinek szíve lelke a borászat, és méltán állíthatom, hogy most már az enyém is. Tisztelt hölgyek, tisztelt urak, szakácsnő vagyok, és jól tudom, hogy az ételt csak jó szívvel lehet adni, a bort pedig tisztelni, szeretni és áldani kell, mert aki a bort szereti, az az életet is szereti. Azt hiszem, mi, akik itt vagyunk, jól tudjuk. Mértékkel inni mindig jó, kissza, mindig rendes, borivóvá válni dicséretes. További ragyogó hangulatot kívánok az estére. Az egyik hölgy, aki a bort királynő címért, meg a címért vetélkedik, Bátorkeszilől érkezett, Cibor Barbara kisasszony. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Cibor Barbarának hívnak, és a Bátorkeszi borászokat képviselem. Eddig a Komenszky Egyetem tanulójaként végeztem gyógypedagógiai szakon Pozsonyban. Most jelenleg tanárnőként dolgozom Naszvadon egy speciális alapiskolában. Nagyon örülök,
és nagyon boldog vagyok, hogy végezhetem ezt a munkát, hisz mindig is az életcélom az volt, hogy segítsek az embereken, erőt adni nekik, és bátorságom, hogy igenis nekik is van helyük a társadalomban. Borral akkor kezdtem el foglalkozni, a borokkal, mikor a nagymamámtól bátorkeszén örököltem egy boros pincét. Végezetül engedjék meg, hogy a bátorkeszi borászoknak megköszönjem, hogy nagyon sok köszönetet mondjak a támogatásukért, a belém fektetett bizalmukért, és hogy annyi sok jót tettek velem az évek folyamán, és a továbbiakban minden kedves jelenlévőnek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Rakner úr kiosza a tesztlapokat, amin 10 kérdés szerepel, 3 válasz van, abból egy a jó, majd később, mikor vége van, elmondom, hogy mik a kérdések és mik a helyes válaszok. Időkorlátozást minden gondolom 1-2 perc alatt ki fogják tölteni a hölgyek, és akkor jön az igazi megmérettetés. Bordóból, a búvaból. Igen, hagyjuk csöndbe, koncentráljanak a hölgyek. Aki kész van, az neveket írjátok rá, ezt megkérlek, nem kell elkapkodni, végig kell gondolni. Aki kész van, a Prattner úrnak adja át a... Kérem a 3 hölgyet, látom már kitöltötték, szíveskedjenek felfáradni a színpadra, és Szabina fogja kezdeni a hordóból, lobóval történő borszívást. Annyit könnyítésül elmondom, ha úgy érzi a hölgy, hogy elsőre nem tudta, tehát még egyszer visszaengedheti, de másodszor már ki kell venni, és akár mennyi van a lopóba, mérőedénybe kell terelni. Ez az egyes, ez a kettes, az a háromas. De ide rakod, parancsol. Nem az eleganciáról van szó, hogy jön ki a borra, hanem a mennyiségről. Sákvári Zsófia kisasszony következik. A középső edénybe kérjük, hogy engedje majd bele a kiszívott bor mennyiségét.
most Cibor Barbara kisasszony fog következni. Vigyázni kell, nehogy mellé menjen, mert az a bormennyiség számít, ami az edényben benne marad. Engedj, nyugodt. Cibor Barbara kisasszony következik. És utána még kérdezett Zsűzisztan kérdőjárt, hogy nem neki, és egy fél óra múlva lesz a szeretnény. 12-től lesz a szeretnény. Igen. Hát kérem szépen, megkérem Kratzer urat, vagy valakit, hogy be vannak skálázva, hogy mondja meg, hogy melyik edényben van a legtöbb. Bárki nézheti, hiszen ez... Első, harmadik, második. Nem. Ez a második. Melyikben van a legtöbb? Ez egyértelmű. Ebben. Igen, a elsőben. Ez a második, ez a harmadik. A harmadik az. Ez a második, ez a harmadik. Jó. Hát akkor kérem szépen, megkérem a zsűri tagjait, hogy az első versenyző, Kubik Szabina szívta ki, tehát az töltötte legjobban tele a edény. Második... Tessék? Barbara a második. Cibor Barbara a második, és Csákmári Zsófi a harmadik, tehát a fontosú lakoknak szépen. Most a zsűri ki fog vonulni, megnézik a tesztlapokat, kérdések a... Igen, azért ez nem semmi. Éjfélkor, tehát egy kis szünet, éjfélkor addig zenel minden, és akkor lesz az eredmény hirdetés. Teljes válasz, Vino, Instagramon, Regionis, Borlovagrán. Tehát minden kérdésre három válasz van adva, abból egy jó. A második kérdésre mi volt a kérdés? Az, hogy mi a borrendű zászlósbora? A helyes válasz a királyleányban. A harmadik kérdés az volt, mi a szőlőn a pacs? A helyes válasz a kapaszkodó szerve a szőlőnek. A következő kérdés az volt, hogy mit nevezünk választásnak a szőlőbe? A helyes válasz a hajtás válogatás. A ötödik kérdés az volt, hogy mi a filoxéra. A helyes válasz az, hogy a filoxéz a gyökértetű, ami elpusztítja a szöllőt, ami a filoxéra járvány volt 1800-as évek végén. Mi a leghatékonyabb a következő kérdés a filoxéra ellen? Vadalanyba oltott szöllőnek a telepítése. A következő kérdés volt, hogy ki a bornak az istene, Bacchus. Ez volt a helyes válasz. Következő kérdés, mit nevezünk borhibának a barnatörést? Ez volt a helyes válasz. A kilencedik kérdés az volt, hogy melyik vörös szőlőfajta felsoroltak közül, hát ebben a cserszegi fűrésre a Tramin és a Merlot volt, hát logikus, hogy a Merlot voltak, helyes válasz. És a következő tizedik kérdés volt, hogy melyik fehér szőlőfajta a felsorolt három közül
Cabernet Franc, Sauvignon Blanc vagy Pinot Noir, hát természetesen a Sauvignon Blanc. Ezek voltak a kérdések, ezek voltak a kérdésekre helyes válaszok, a többi már a kisasszonyokon múlott, hogy ott töltötték ki, amit Tina zsűri most fog ellenőrizni. Köszönöm szépen! Megkérem Partner József urat, a zsűri elnökét, hogy ismertesse az eredményeket. Versenyzőknek a szereplése alapján meghozta a döntést. Elsőként szólítom Szibor Barbarát, aki udvarhölgy lett, 325 pontos eredménnyel. Színpadra szólítom Csákvári Zsófiát, aki 327 pontos eredményt ért el. Ahogy a pontszámból látom, az igen szoros volt a verseny, mindössze 2 pont döntött a kérdésen. Választási verseny győztesét, Kubik Szabinát. Kisasszonynak is átadunk egy csokrot azzal, hogy ezzel átadta a stafétabotot. Ilyen még nem volt, hogy egymás után kétszer ugyanabból a településről Tapák Karcsi polgármester úr szétesik mindjárt az örömtől, hogy ami érdekes, egy új név került fel, mert első évben Pratner úrnak a Ivett kisasszonya nyerte a verset, második évben Anna Mária Beletről, harmadik évben Béláról Mónika, Tóth Mónika, 2010-ben Tátról Vence Rita, 2011-ben Lábatlanról Bartos Fanni, tavaly Muzsláról Szilva Diana kisasszony, és most újra Muzsláról került a borkirálynő címet elért kisasszony, aki a legtöbb pontot elérte a nemes vetélkedővel. Gratulálunk neki! És köszönjük!
És még annyi kötelességünk van, hogy kérünk a zenekartól egy finom számot, és a külön díjat kap a borkirálynő, hogy a nagymester fog egy 2-3 lépést táncolni vele, és Pammer úr meg Juhász úr a két udvarhölgyel. Uraim, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy figyelték a rendezvényt, további jó szórakozást kívánok mindenkinek! Yeah.